A Szüli Életmód Egyesület 1998-ban alakult a falu nyugdíjas lakóiból. Az Egyesület egyre fogyatkozó létszáma ellenére aktívan vesz részt a falu szinte minden rendezvényén, falunapokon, gyereknapokon, aratófesztiválokat vagy egyéb ünnepi megemlékezéseken. Az Egyesület lelkes tagjaiból 2006-ban megalakult az amatőr módon működő dalkör, amely elsősorban dunántúli, illetve rábaközi zenei tájegység népdalörökségét igyekszik autentikusan előadni. Ebben nagy segítségünkre van Tarcsai Veronika, Aranypálva nagydíjas népdalénekes, aki zeneileg vezeti az együttest. Ekkor vette fel az énekkar a Vadvirág dalkör nevet is. A közös munka gyümölcseként a Senior Dalkörök 10. és 11. országos fesztiválon arany minősítéssel díjazták az együttest, valamint az Örök Ifjak Művészeti Fesztiválon kiváló minősítést kaptak. Az Egyesület tagjai legalább heti rendszerességgel jönnek össze, hogy egymás társaságában, jó hangulatban beszélgetve, énekelve, illetve más a közösségi életet szolgáló tevékenységekkel töltsék el közösen a délutánokat. Kérem, fogadják szeretettel a Szüli Életmód Egyesület műsorát, akik vasi népdalokat fognak nekünk énekelni. Elvesztettem a tyúkomat, három nap kerestem, alsó felső szó.
tuli matulári pipi tuli törvényre. A törvény is azt mondta, leányoké a lipizári labzó, mati tuli matulári pipi tuli szép rózsa. Leányoké a szép rózsa, legényeké a lipizári labzó, mati tuli matulári pipi tuli bokréta.